Williams Televízió. Áprilisban a felvidéki városokat és bányákat látogatták meg a Határtalanul program keretében az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola felső tagozatos tanulói. Amint egy 1 millió forintos állami támogatással megvalósult projekt nagyon hasznos volt a diákok számára, hiszen a látott és tapasztalt ismeretek jól beépíthetők a tananyagba. Az intézmény igazgatóját kérdeztük. Mi a tanév második felében a felvidékre látogattunk, egy háromnapos kiránduláson vettünk részt április hónapban, és erre az államtól körülbelül 1 millió forintos támogatást kaptunk. Ugye, ahogy igazgató is mondta, felvidéken volt ez a kirándulás. Milyen programokon tudtak részt venni, illetve a iskolások mely része, milyen osztályosok vettek részt ebben, és mekkora létszámban? Meg van határozva a pályázatban, hogy minden évben felső tagozatos diákok közül, hetedikes diákok közül vehetnek részt ezen a kiránduláson, mintegy 40-en, és hát hála Istennek sikerült elvinnünk a gyerekeket, ahogy mint már említettem, három napra mentünk, felvidéki bányavárosokat látogattuk meg az első napon, Selmecbánya, Körmöcbánya és Besztercebánya, mind a három bányaváros fel lett újítva elég jelentős mértékben az utóbbi időben, úgyhogy gyönyörű, csodálatos látványban és élményben volt része a gyerekeknek. Szeretném kiemelni a körmöcbányai pénzverdét, hiszen a gyerekek is a visszaemlékezések alapján ezt a települést emelték ki, hogy a bányavárosok közül itt érezték magukat a legjobban, amikor bementünk a pénzverdébe. És láttuk, szembesültünk azzal, hogy hogyan készülnek a szlovák eurók. Jól érzékelem a igazgató úr szavaiból, hogy ezeket a látottakat, tapasztaltakat, ismereteket tudják hasznosítani az iskolások a tanulmányok során is? Mindenféleképpen, tehát ennek a pályázatnak az a hatalmas nagy előnye, ez nagyon ügyesen meg van szerkesztve, hogy mielőtt elmegyünk kirándulni, a gyerekek részt vesznek egy úgynevezett előkészítő órán, ahol szépen sorra végiglátogatjuk azokat a helyeket, és megnézzük azokat a nevezetességeket, amit majd meg is fogunk tapasztalni. És teljesen más úgy leszállni mondjuk Besztercebányán, hogy tudjuk, hogy hová megyünk és mit látunk. Hogyan tovább, hogyan folytatódik a Határtalanul programsorozat? Hogy a 2015-ös pályázatot mikor fogják meghirdetni, arról még nem tudok beszámolni, nagyon remélem, nagyon bízom abban, hogy továbbra is folytatódik ez a nagyszerű pályázat. Azt szeretném még elmondani, hogy iskolánkban negyedik alkalommal vettek részt a gyerekek ezen a kiránduláson, és hát bízunk abban, hogy a jövőben is tudunk még majd menni velük. Williams Televízió.